Románia nálunk. Jó reggelt kívánunk, sziasztok! Ezt a féknyobot most össze tudtad hozni? Persze, gondoltam, hogy egy kis... Azonnal kérjük a helyszínelőket, hogy ezt is mérjük le. Na Ricsipi, jó reggelt kívánunk, mint ahogyan Eisenkramer Károly főszervezőt is köszöntjük, hogy minek a főszervezője, azt mindjárt elmondjuk, egyébként pedig korábbi kiváló kerékpáros bringás, szervusznak, jó reggelt kívánunk. Szóval mi ez a rendezvény, amelyet... Mutassuk be Jenőt is, jó a bicikli. Jenő, szervusz Jenő, köszönjük. Szóval mi ez a rendezvény, amin a kerékpározást szeretnétek nyilván népszerűsíteni, és a biztonságos közlekedésre felhívni a figyelmet, akár a gyerekekét is. Biztonságos közlekedés? Jó, erről nem volt szó. Ebben a beszélgetésben jöttél? Várjál csak! A Karcsi tudja ezt szépen elmondani. Mert ez Wingamania nap lesz vasárnap. Igen. Vasárnap a kerékpáros stadionban, a velodromban, a zuglói stadion területén van ez a millenáris velodrom, tehát nem a budai millenáris, ezt fontos elmondani, hanem ez Zuglóban van egy 110 éves kerékpáros döntött kanyarú betonpálya. Ricsi, ezt stimmel? Oda kell menned majd? Én a gyerekkoromban nagyon sokat beszöktem arra a betonpályára. De egyébként mindenki beszökött, azt megbeszéltük múltkor, amikor ott arra felejártok. Végre nem beszökni kell, hanem mindenki mehet. Igen. Igen. Vállon lehet még menni, vagy az már olyan rossz állapotban van, hogy azra már nem lehet menni. Fogunk is menni, sőt lesz ott kerékpár verseny is, lehet szurkolni majd. A versenyzőnek délután lesznek külföldi versenyzők is, délután 3 órától. De délőtt lesz számos gyerekprogram, tehát érdemes oda eljönni gyerekeknek, családoknak, lesznek túrák a Városligetben, ott van csak néhány kilométer a Városliget. Lehet bringákat nézni, simogatni. Engem két dolog érdekel. Az egyik az a egy biciklivel el lehet-e húzni egy autót, vagy hány biciklésnek kell összeállni, hogy elhúzzon egy autót, mert lesz egy ilyen autó elhúzási verseny. Egy picikét csalni fogunk, mert hogy nem egy bringa, nem kettő, és ebben két személyes kerékpár, egy bringóhintó lesz a húzóeszköz. Oh. Tehát arra kell, tehát bringát sem kell hozni, aki szenzen részt venni. De nem Fekete Laci és Nikárpi tekerik. Hát ők nem, de lesz néhány bringás ellenfél is, érdemes kipróbálni tényleg. Egy pici autót kell a pályán körbehúzni. Tehát de ez egy nagyon fontos dolog elhangzott, hogy nem feltétlenül kell biciklivel jönni, de aki akar, az jöhet a sajátjával, és aki nem tud, az ott kap valamit, vagy kipróbálhat dolgokat? Hát lehet saját bringával is jönni, már csak a túrák miatt is, hiszen lesznek a túrák mondjuk a Városligetben, lesz egy bringa megőrzőnk, 500-700 kerékpárra készülünk, de számos ilyen program, amihez nem kell bringát hozni, hiszen bemutatók lesznek, látványos show elemek, versenyeken lehet tapsolni, szurkolni, a gyerekeknek tudunk adni kerékpárt a tesztpályákhoz. Kölcsönben, így van. Bár lesz néhány eleménybringa is, kétségkívül, tehát lesz ott kis sorsolásra kerül néhány bicikli, például lesz ott rajzverseny, aminek a sorsoláson keretében lesz ott három kerékpár kisorsolva. Szuper. Lehet kipróbálni mindenféle bringet, hoztunk itt magunkra egy ilyen... Igen, én azt szeretném, hogy ez bicikli belsőből öv? Ez egy külsőből készült öv. Például a gyerekeknek lesz ilyen programunk, hogy ilyen kézműves foglalkozáson lehet elhullott kerékpár alkatrészekből csinálni bármit. Ebből fogunk csinálni például egy kenyértartót ebből a gépből. Azért hadd mondjam erről a kerékpárról, hogy ez a bicikli Puruszki Szilárdé magyar bajnok mountain bike-os, és egy elég értékes bringa. Ő is Jenőnek hívja? Ezt nem fogjuk. Nem. Szilárdé itt van a stúdióban, mert nyilván a bringája nélkül azért sehova nem megy, tehát azért szereti szemmel tartani, hova kerül a biciklije, nehogy rossz kezekbe kerüljön. Nincs talán. Számomra még mindig rejtély, hogy Ricsipi hogyan kerül ebbe a rendszerbe, de mindjárt elmondja. Ismertségeddel támogatod ezt az ügyet, nyilván. Kedvéért, igen, gyakorlatilag meg az a helyzet, hogy én azért fanja vagyok ennek a kétkerekű kis drótszamárnak, tehát én a hétköznapokban is használom, illetve hát szabadidős tevékenységeim során is előtérbe szokott kerülni, hogy nem, ráülök. Nincs meg. És a 3 éves gyermekeddel mit szoktál csinálni? Van egy kis, egy ilyen kis ülés, ami tudod, ilyen gyerekülés, és akkor oda mögén fel tud ülni, de egyébként van nekem 3 darab ilyen fröccsöntött, hát hívjuk, mondjuk, kis motornak. Ez az jó? Motornak nevezik, mert az nem bicikli, nem, tehát az kikérem magamnak, az nem kerékpár. Na de ő már indulhat például a bicikli festő versenyen. Egy kérdés, hol kell ennek a gyerekülésnek lenni normálisan egy biciklin? Az a szülő mögött, vagy a kerékpározó mögött, vagy itt elől? Hát ülése válogatja, amiket hova készítik el. Bicikli, én hátra szoktam tenni, mert ott valahogy úgy stabilabbnak érzem a bringán. Mondjuk a gyereket nem látni hátul, akkor előről is, tehát ki mit szeret. Úgyhogy a gyerek hátul is érzem. Egyébként a közlekedésben erre nincs egy szabály. A fontos az, hogy be legyen a gyerek kötve, tehát vannak ugye övek a gyerekre is, a bokáját le kellene, hogy a lába lóbáljon beesik a külök közé, kell a sisak a gyerekre is, ugyanúgy a szülőkre is, tehát ezek fontos versenyek. Jogos a kérdés, hogy nagypapám ukrajna biciklijén például itt volt az én ülésem, és óriási túrákat tettünk. Mert én is előültem, emlékszem rá, hogy valami furcsa vasból akkor volt, még az volt a divat. Akkor kérjük a sárga csekken befizetni akkor a büntetéseket, mert hogy nem annyira szabályos. De egyébként az a baj ezekkel, nem baj, hogy a kormány miatt nem nagyon férne itt egy ülés. Tehát vannak olyan kormányok, amik szerintem jobbak, és ott elférne, meg a
ez bonyolult, mert ugye mindegy, ez így forog, tudod. Igen. És akkor szegény láb akkor, hogyha mondjuk itt lelogna, akkor... Ez egy komoly verseny bringa egyébként. Na mondjuk-e még egyszer akkor bringamánia, McDonald's bringamánia, mikor, hol? Bringamánia nap, egész pontosan vasárnap, május 22-én vasárnap Szabó József utca 3 Zugló, Népstadion területén van ez a stadion. Valakit érdekel, akkor a bringamania.hu-n találó információk, a programot időrendet. 10-kor kezdődik. 10-kor lesznek már gyerekkoncertek például, és egészen délutánig mindenféle bringás fesztivál. Este 6-kor végzünk. Az tökéletes, akkor mondjuk 10-re az ember oda megy, egy óra környékéig ott van, hazamegy, megebédel, megnézi a spanyol nagydíjat, és utána visszamegy. És szeretném, ha megnéznétek az övemet, ami biciklikülsőből van. Csak azért, mert mindjárt majd a divatról beszélünk, és ha megfogom Jenőt, te tudsz azzal az egykerekűvel menni egy kör? Hát a Jenőt fog meg, én meg majd kiröhögtetem magamat, mert nem tudok vele menni. Tehát, meg se próbálod? Megpróbálom. Ezt még nem tudjuk. A Gauss Will már volt egyébként vendégünk a reggeliben. Csoka Pici is próbálkozott. Azt mondták, hogy így meg kell löpni, el kell rugaszkodni, és akkor jó lesz. És előre felé, dőj előre. Oda néz! Gyönyörű volt! Tehát tudok vele menni, de majd az Oli. Nagyon szépen köszönöm, tovább próbálkozunk. Következnek a Reflektor magazin sztárhírei. Vasárnap.